Városunk már folyamatban lévő és közeljövőre tervezett sportfejlesztéseiről tartottak sajtótájékoztatót a Görkorcsolya pályán. Külön kell választani azokat a fejlesztéseket, amelyek már folyamatban vannak, hiszen a Tatabányiak javaslata alapján az idei évi költségvetésben ezeket megvalósítjuk. Ilyen a csónakázó tó körül egy dekoltán futópályának a kialakítása, hiszen láthatjuk, hogy nagyon sokan használják a szabadidő park vonatkozásában, hiszen a szabadidő eltöltésében, a mindennapos mozgásban nagyon sokak számára a futás jelenti a megoldást, és ehhez európai körülményeket szeretnénk a csónakázótónál kialakítani. Ennél talán egy kicsivel többen fociznak a városban és az országban is, és az ő számunkra két műfüves focipálya áll jelen pillanatban rendelkezésre a Jubileum Parkban. Ezt egy újabb műfüves focipályával kívánjuk bővíteni, ráadásul ezt a műfüves pályát a téli időszakra is kívánjuk fedni. A jövőbeni fejlesztések között kiemelt szerepet kap a Görkorcsolya pálya felújítása, ahol új bemelegítő részt alakítanak ki, valamint a vívóterem és a cságánsterem rekonstrukciója. A jelenlegi pálya nem alkalmas a bemelegítésre és a gyakorlásra. Itt a versenyzők legfeljebb itt a füves területen tudnak sétálgatni, és miközben zajlik a verseny, azért mint minden sportágban itt is szükség van a bemelegítésre. A László edző úr kívánsága, vagy hát a műszaki tartalom változtatás lenne az, hogy itt megépülne ez a bizonyos edzési lehetőség. Ez a meglévő pálya közepén, a mostani füves területen egy 50x20 méter széles téglalapot jelent, hasonló minőségű burkolattal, mint a meglévő, ahol a melegítő versenyzők tudnának megfelelő, tehát legalább egy 50 méter hosszban gyorsulást, rajtolást gyakorolni, és úgy indulni a versenyen, hogy már fölkészültek fizikálisan is. Itt elkészült egy Magyarország szinten egyedülálló pálya, hiszen talán még egy ilyen Görkorcsolya pálya van az országban, Szegeden, de az sem hasonló, hanem egy kicsit más. De ahhoz, hogy nemzetközi versenyeket lehessen lebonyolítani ezen a pályán, középen szükséges egy bemelegítő térnek az elkészítése. Ennek a költségviseléséről, beruházásáról egyeztetünk Rugosi úrral, illetve a Geotech Kft. Képviselőivel, akik a pályát építették korábban. Szeretnénk megnyerni őket annak, hogy ők is támogassák ennek a pályának a felújítását, illetve megújítását. A másik beruházás, amit a Judo Szövetséggel tárgyalunk, hogy szeretnénk, hogyha továbbra is a judónak az egyik fellegvára lenne Tatabánya, hiszen Csernovicki Éva ismételten bizonyította azt, hogy a tatabányai judósok milyen nagyszerű teljesítményre képesek. A folyamatban lévő fejlesztések közül leghamarabb a megújult Jubileum Parkot adják át e hét pénteken.